Sziasztok, ez egy újabb videó, mégpedig a tehetségek, akiket még nem kaptak fel. A legújabb része lenne ez a videó, a harmadik része. Ugye az első részben megnéztük Xoit, a másodikban pedig Twist FF-et, és ebben, tehát a harmadik részben egy Gabar FF nevezetű videóst és játékost fogok nektek bemutatni. Ennek a játékosnak is megvan a maga különlegessége, amiért úgy gondoltam, hogy belerakom ebbe a sorozatba. Ugyanis Grandmaster több mint 11.000 ponton solo vs squadban játszik. Nyilván nem mindig gondolom, de volt egy videója, amiben így játszott, és hát eléggé komoly a pali. Peakbe beugor minden, úgyhogy ezt a videót fogjuk majd tőle megnézni, illetve így kicsit be fogom mutatni. És ez az ember végképp beleillik ebbe a sorozatba, ugyanis, mint ahogy láthatjátok, csak 4140 feliratkozója van, és hát nyilván itt is külföldi szintről beszélünk, és szerintem külföldi szinten ez a játékos sokkal több feliratkozót érdemelne azok alapján, amiket látok így a csatornáján. Ugye az előző két részben szereplő videósnak tényleg azért eléggé sok feliratkozójuk volt, de külföldi szinten nem igazán számít olyan soknak, viszont ennek a Gabar FF videósnak viszont végképp nincs olyan sok feliratkozója külföldi szinten, és ugye, mint mondtam, sokkal többet érdemelne szerintem. És akkor itt is lenne az a videó, amiről ugye beszéltem, hogy 1v4-be játszik Grandmaster 11.000 plusz ponton, és peakbe beugor. Tehát ezt a videót fogjuk nem végig megnézni, mert 10 perces, de bele fogunk nézni. A videó közben beszél, szóval az én videóm alatt, miközben reagálok rá, zene lesz valószínűleg, de akit tényleg érdekel a csatornája, ugye Gabar FF simán rá tud keresni, meg is nézheti az egész videót, ugye úgy, hogy beszél benne az ember. Én pedig akkor el is kezdeném nézni. Hoppá, kicsit leveszem a hangot, mert eléggé hangos. Tehát láthatjátok, hogy peakben beugrik, és Season 3-as Elite Pass van rajta, azt hiszem, szóval nem egy mai játékos. Úgyhogy láthatjátok, hogy hoppá, peakre beugrik, ugye vannak ezek a dobozos szarságok mostanság. Ez eléggé meleg helyzet volt, de szépen megoldja. Ugye van neki ez a Ronaldos cucca is, ami hát megkönnyíti a dolgát, de azért ez solo vs squadban nem sokat segít. De szolóban egyébként tényleg nagyon, de nagyon OP cucli, úgyhogy nekem is jól jönne, de hát ugye a top-upból nem tudtam megvenni, és ugye külön karakterként nincsen betéve, és lehet, hogy nem is lesz, de ha belesz téve, akkor lehet, hogy meg fogom venni, mivel tényleg nagyon OP, és pusholás az a legjobb amúgy, nem véletlenül ezt használja minden pusholós emberke, mert benyomja, és távol harcba kb. Halhatatlan vagy, mert simán lelövöd addigra, mielőtt lejárna ez a pajzs cucc. Hát igen, láthatjátok, hogy hogy már itt már több mint egy emberrel futott össze, azt hiszem két emberke van ott, akivel elkezdett fájtolni. Szóval azért ez eléggé kemény, hogy csak így lazán beugrik peakbe, itt 11.000 ponton, és így solo vs squadba elkezdi aprítani az embereket, mint a világ a legtermészetesebb dolga lenne. Nemhogy még solo-ba, peakre beugorni, még solo vs squadba, az azért eléggé kemény szerintem. Hát itt fájtolgat, ugye az index képen az volt, hogy 15 kille van, viszont én most beletekerek a videóba, hogy megnézzük a végét, és akkor ti is majd láthatjátok, hogy mennyi pontom van. Itt az endgame, az egész meccs peaken játszódott, itt már 11 kille van, és amint láthatjátok, 4v1 van, tehát ő van egyedül, a enemy teambe pedig 4 ember van, mivel 5-en élnek, ugye? Ott fent van a házban a zenemi csapat, nokkolgassa őket, hoppa, itt majdnem meghalt, de milyen szép hedi volt, és azt hiszem itt már meg is nyerte, nem, akkor hárman voltak abba a squadba, és még van egy külön emberke, aki ott fut, igen, azt hittem, hogy már egy squad ellen van, de azt is szépen behedizi, double hedi, nagyon szép,
és meg is nyerte a meccset, eléggé komoly azért. Season 1-es heroikus pólóval rajta, azt hiszem, bár a régieket nem nagyon lehet megkülönböztetni, és amint láthatjátok, 11.000 plusz ponton van az emberke, szóval eléggé brutális, amit itt leművelt ebbe a videóba. És meg is nyerte, most itt véletlen rámentem valami izére, úgyhogy hát láthatjátok, hogy hogy játszik ez az ember, tényleg nagyon, nagyon meglepődtem egyébként, úgyhogy mindenféleképpen lessetek rá, mondom, megéri, iratkozzatok fel rá, tudom, hogy sokat nem tudok rajta segíteni, de azért minden egyes feliratkozás számít, úgyhogy én mindenkinek ajánlom, hogy nézzen rá a csatornájára. Én viszont ennyi lettem volna, ezt hoztam el mára nektek így ebbe a sorozatba, remélem, hogy tetszett nektek, illetve tudtam ilyen újabb videóst mutatni, akit esetleg majd tudtok nézni, meg ilyen újdonság, és akkor ja, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek még egyszer a videót, dobjatok egy lájkot, aki még nincs, az iratkozom fel, szevasztok!